Módosította a Marosvásárhely önkormányzata a Vikentelep szabadidőközpont működési szabályzatát. A nyitvatartási idő és az otthonról hozott élelmiszerek elfogyasztásának feltételei is módosultak. Közel egy órás heves vita előzte meg a Vikentelep működési szabályzatát módosító határozat tervezet szavazását. A tervezet eredeti változata ugyanis előírta, hogy megtiltják az élelmiszerek bevitelét a szabadidőközpontba. Továbbá fizetőssé tették volna hétfőn is a belépést kánikula esetén. A szabad emberek pártjának a tanácsosai élesen bírálták az előírást. Repülőtérre alakítjuk a szabadidőközpontot. Mi lesz akkor a bejáratnál? Meg kell majd mutassák a táskájukat, hogy milyen szendvicset, üdítőt visznek, majd a szemét be kell dobják, mert nem vihetik be. Józanésszel gondolkodjanak. Jelenleg hétfőn nem kell belépőt fizetni. A 14-es pontnál most azt írja, hogy kánikula esetén kell fizetni. Mit jelent a kánikula? Hány fokot? És ha a kánikula 16 órától áll be, 12 órakor hogyan lehet elvenni a strandoló pénzét? A szavazáskor végül kissé enyhítettek a vikentelepi szigorítási terveken a Marosvásárhelyi tanácsosok. A szabályzatot ugye a szellemében kell értelmezni. Azt szerette volna a törvényhoz jelentésen a Marosvásárhelyi tanács, hogy ne legyen eszem, iszom, dinom, dánom, mindenhol, bárhol a füvön, konzerves dobozokkal, kompottal és kenyérhulladékkal, hanem az igazgatóság alakítsa ki megfelelő helyet, ahol civilizált körülmények között az otthonhoz hozott élelmiszert el lehet fogyasztani. Az élelmiszerek elfogyasztására alkalmas helyek kialakításával a Vikentelep szakigazgatóságát bízták meg. A strandolók szerint egyébként elfogadhatatlan lett volna az élelmiszerek bevitelének a megtiltása, de a városi tanács enyhítő döntése helyén való. Bizonyos helyeken az civilizáltan leülnek, megeszik az élelmet, ott lesz biztos szemétkosár, minden, eldobják a szemetet. Az úgy igen. Az önkormányzati képviselők egyébként a nyitvatartási időn is módosítottak. Az este 7 órai zárási időt 8 órára tolták ki, ezt követően már nem lehet fürödni a medencékben.